Szentmárton életrajzírója Sulpicius Severus 360 körül született előkelő családban, a Római Birodalom Gallia provinciájában, a mai Franciaországban. Tanulmányait követően jogászként dolgozott, miután megözvegyült, visszahúzódva élt. Történetírással is foglalkozott, 403-ban fejezte be a Történelem két könyvben című munkáját, mely a világteremtésétől kezdve egészen a saját koráig adott áttekintést az eseményekről. Miután eljutott hozzá Márton tevékenységének híre, elzarándokolt hozzá, és a személyes elbeszélgetésekből, valamint a Mártont ismerők elmondása alapján született meg a Vita Martini, Szent Márton élete című írása. De emellett is foglalkozott még Márton élettörténetével. Fennmaradt még tőle három levél, és egy úgynevezett dialóg, tehát dialógus párbeszédek című munka, amelyben több személynek az ajkára adva a mondatokat, a szavakat, a gondolatokat őrizte meg számunkra Szent Márton életének különböző epizódjait és eseményeit, mint egy visszaemlékezésként mondják el. Sulpicius Severus Márton követője, tanítványa lett, annak halála után aszkéta életet élt, és két templomot is építtetett Márton tiszteletére.